Sziasztok, én Laki vagyok, és érkeztünk a következő FIFA 20 indulás nulláról sorozatunk részéhez. Az egyik legtöbbet lájkolt komment az volt, hogy egyáltalán ne a ratingre menjek, hanem inkább arra, hogy minél gyorsabb játékosaim legyenek. Többen is írtátok ezt, szóval ezután mindenképpen arra figyelni fogunk. És hát, ja igen, amíg nem voltatok itt, addig squad battle-öztem egy-két meccset, pontosabban hármat. Gyakorlatilag azért van ennyi zsetonom, mert ugye a coin boost-tal is ugye plusz 1000 zseton minden meccsen, meg ilyesmik. Viszont itt gyorsan a videó elején el szeretném nektek mondani, srácok, hogy a KNTH E-kupa FIFA 20 1v1 kupa az megrendezésre kerül idén is. Október 5-én, tehát most szombaton. A rendezvény a vadonatúj MTK Budapest e-sport arénában lesz. Ez gyakorlatilag az új Hidegkúti Nándor stadionban van benne, és ez Magyarország, illetve Közép-Európa első e-sport arénája. Ezen az amatőr és profi versenyen 300 000 forintos összdíjazás lesz az esport1.hu, illetve a Magyar e-sport szövetség szervezésében. És a FIFA széria legújabb tagját, amivel most is játszunk, a FIFA 20-at, az gyakorlatilag ki is próbálhatják, illetve meg is nyerhetik az érdeklődők. Minden információ ott van a leírásban található linken, és oké, csöpenjünk vissza a játékba, és nyomjuk. Van három csomagunk, az egyik az előrendelői, talán ez a Rare Gold Pack, azt hiszem, a többi kettő ilyen rewardok, az ezüst csomagot annyira nem fogjuk értékelni, valószínűleg egy teljesen átlagos csomag így van, elmehet az összes szépen a klubba, és akkor nézzük a Premium Gold Packet, kíváncsi vagyok, hogy ebből a csomagból mi fog kifittyenni. Rare lesz, ha jól látom. Aha, spanyol, striker, Celta Vigo. Ez egy Aspas. Őt el lehet adni. Ő biztos ér valamennyit. Nézzünk meg, hogy Aspas mennyibe megy. Egy 6000 zsetont biztos be tudunk belőle húzni. Szuper, ez már meg is az öreg a Untradeable. Akkor megy a klubba, jó. De ne nézzük a Rare Gold Packet. Hát ez egy kicsit fai gyanús volt. Nézzük, hogy mi fog ebből kifittyenni. Angol, CM, Leicester, Inform, Madison. Egy Team of the Week-es Madison. Ez is untradeable lesz? Tuti untradeable ez is, mi? Nem, ez tradable. El tudjuk adni Madisont, nézzük meg, hogy mennyiért megy. 15-16. 16 ezer zseton körül el lehet passzolni, de lehet, hogy ki kéne próbálni a srácot még mielőtt eladnánk, nem? Szóval szerintem próbáljuk ki, úgyis a csapatunk most elég ilyen szedett, vedett, össze-vissza van gyakorlatilag. Be is raktuk, jól van, nem tűnik rossznak, kérem szépen. Ugye, amint látjátok, letettem a padra igazából Walker, Sancho-t, Véri, meg Van Dijk-ot is, majd használjuk őket valamikor. Egyelőre a probléma az leginkább, hogy nem tudom milyen felállást választunk, de valószínűleg egy 4-3-3 lesz, szóval szerintem be is állítok egyet. Szerintem legyen ez a 3 CMS mondjuk. Szuper, illetve a csapatunkat el kell majd nevezni, az még mindenképpen várat magára. Most az a kérdés, hogy hogy álljunk fel? Ez egy very very hard question. Szóval most még mielőtt lenyomnék bármilyen meccset, vennem kéne 3 játékost. Amit igazából meg is tudunk csinálni, mert van 10.000 zsetonunk. Szóval nézzünk valami olcsó megoldásokat. Kőkemény 450 zsetonért sikerült leakasztani ezt a fickót az Arzenából. Meglátjuk, hogy fog teljesíteni. Gyors, az mindenképpen mellette szól. Kíváncsi vagyok, hogy fogja tudni megoldani a védő feladatokat. Most minden esetre tényleg csak ilyen átmeneti játékosokat kell vásárolnunk, hogy majd később egy normálisabb csapatot tudjunk építeni, de ahhoz, hogy normális csapatot tudjunk építeni, az kell valamilyen csapat, amivel el tudunk kezdeni játszani. A következő választunk nem lett más, mint Oxley Chamberlain. Igazából őt 2700 zsetonért tudtam megvenni, szóval ő már egy kicsit drágább játékos mindenképpen, de őt talán még később is fogjuk tudni használni. Hát sajnos oda nem igazán találtam olyan játékost, akit úgy nagyon szívesen megvásárolnék, szóval egyelőre szerintem maradunk egy 4-4-2-es felállásnál, egy strikert nézzünk még azért piacon, mert szerintem strikerekből azért lehet olcsóbban leakasztani jobbakat. Például egy Origi 2000 zsetonért szerintem nem olyan rossz vétel, kérem szépen. Hát ugye ellenben most nincs játékosunk, de egy CM-et, ha odarakok, neki van 7 kemie, ami
ami nem olyan rossz, szerintem ez így nagyjából elviselhető. A többi pedig 9 illetve 10 chemistry, szóval teljesen meg vagyok ezzel elégedve. Hát én amondó vagyok, hogy meg lehetne próbálni lenyomni a Division Rivals-ben a második osztályozó meccsünket, hát ha valamivel jobban tudunk teljesíteni. De őszintén szóval kicsit félek, hogy megint egy sokkal jobb csapattal fog összedobni minket. Hát de akkor max egy alacsonyabb osztályba fogunk bekerülni először. Szerintem nyomjuk srácok, let's go! Na nézzük a valahol volt második ellenfelünket, azt a mindenit azért... jó, ez már egy olyan ellenfél, akivel nagyjából megegyezik a csapatunk így tudásra. Nyerni kell. Ezt be kell húzni. Come on, Lucke, képes vagy rá! Ott, szép, oké, Abraham, nem tudom milyen lábos vagy, hát biztos nem bal. Jó, mindegy, eléggé hamar sikerült kialakítani egy helyzetet az ellenfél kapujánál, ez mindenképpen örömmel tölthet el minket. Ez kicsit ez a mondat, ez úgy nem úgy jött össze, hogy szerettem volna, de ettől függetlenül sikerül. És most meg kéne akadályozni az ellenfél támadását, meg is van. Még mindig nagyon fura ez a játék irányítás, pakker. Nagyon érdekes. Ott középen ez az Origi 18-ról mellé ment. Nem baj, szép út. Ott a szélre kiadjuk ez az Brooksnak. Brooks jön, mint vadállat. Ez az Móni. Oké, rárúgjuk. De miért rúgjuk rá? Ott van 8-an. Tizi. Hoppácska. Hoppácska. Az bizony Tizi. Ez olyan, mint a régi? Vagy én nem tudom ez most hogy van. Én mindegy, berúgom középre. Nem tudom, hogy van, basszus. Következő részre, srácok, megígérem, hogy utána fogunk nézni ezeknek a dolgoknak, hogy ez gyakorlatilag hogy kell rúgni szabadokat, illetve tiziket. Hát az mitől esett össze? Nem tudom, viszont ez egy veszélyes támadás, és berúgja a helyzetét, mert nem olyan basz, mint én. Oké. Fuss el, Abraham, erősebb vagy, visszapassz, ez az, cleverly, nem tudom, bum, ott is van, kérem szépen, így kell egy nagyszerű támadást végigvezetni, az első félidő utolsó másodperceiben kiegyenlítünk, 1-1. Ó, szépen csinálta, passzra számítottam és a passávot próbáltam megfelezni, és így tudott rúgni, hát ezt megúsztuk. Passz! Azt szerintem Lesz volt! Rohadt életbe! Na Madison, gyere! Ott leredtett, oké. Vissza Madisonnak, megtoljuk egyel. Jó, még a miénk a labda. Még mindig a miénk, visszafelé szépen okosba tartsuk meg a labdát, ez az Ox, oké. Szép csel, Ox még mindig, Ox 16-ról tüzelés fölé. Nagyon erős volt ez a lövés, nem baj. Passz, de jó lett volna a visszapassz. Elvileg nem volt falt, elhiszem most. Tényleg úgy tűnt, mintha labdát rúgta volna el először a fickó. Na, Origivel letesszük, és indulj be, és adom a passz most. Ez az Móni, oké? Origi a bemutatkozásán beveri. Így van, kérem szépen, így kell debütálni. 2-1, ide megfordítottuk a meccset. Ez az. Nyilván ilyen gólt kapok. Nyilván. 2-2, elég hamar kiegyenlített a fiú. De fel a fejjel, srácok. Meg lehet ezt a meccset nyerni. Úgy érzem. Az lesz, az hatalmas. Azt hittem lesre állítottuk a fiút, hát nem. Nagyon nem, akkor valamint nagyon benéztem és megint vezet, és... szétestem. Oké, nem baj, koncentrálunk. Szóval visszafordította az állást a srác. Most rajtunk a sor, hogy ugyanezt megtegyük. Még egyszer. Ott a passz, valaki érkezhetne. Jó, oké, passz, passz. Kapura rugás, igen, és ott is van. 3-3. Szuper. Egyikünk se tud túlságosan jól védekezni, úgy látom.
Hoppá. Hoppá, trükkös fecó vagyok. Jó. Jó. Oké. Elrúgjuk! És ott is van. Hát gyakorlatilag másodpercek alatt ez az egész meccs megfordul. Hihetetlen, hihetetlen mérkőzés. 80. percben éppen mi vezetünk, de lehet, hogy még háromszor megfordul az állás. Magasan. Nem jön össze. Nem jött össze, pedig ez egy nagy lehetőség volt, és most jöhetnek hárman a négy védőre, és gyorsabb Abraham, és rárúgja, és gól. Hihetetlen. A védekezés ebben a játékban valami elképesztő nehéz lett, én nem tudom, lehet, hogy csak én érzem most még egyelőre annak, de mindenképpen ez szerintem egy olyan dolog, amit gyakorolnom kéne ahhoz, hogy tudjak valamit kezdeni majd itt az Ultimate Teamben, most ez jó védekezés volt, és meg is van a labda, és akkor most nyomjunk egy támadást, gyerünk srácok. Oké, kitesszük szélre, vissza. Kicsit elrontottam, de mindegy, még ebből lehet bármi. Ebből már nem lesz semmi. Utolsó másodpercekben vagyunk, Origi, ballon, légy szíves, és berúgja! És berúgja! Az utolsó pillanatban, ebben a fél időben is betalálunk! És erre már nem fog tudni válaszolni, erre már tényleg nem! Ez az Origi! Így kell, kérem! Hú! Ott is van! Lefújta a sporttárs! 4-5-ös meccset játszottunk ma Division Rivals-ben. Hát ez bizony nem volt semmi ez a mérkőzés, de sikerült behúzni. Fú, ez amennyi fordulat volt ez a meccsen, hihetetlen. 1600 zseton kaptunk ugye ezért, mert van coinboostunk még mindig, hála Istennek. Szóval megint lehet, hogy fejleszteni kéne valahol játékosokat, mert tényleg ez a 7500 zseton, ez szerintem arra van, hogy elköltsük. Például egy Bailey szerintem nem is lenne rossz. 76-os pace, 79-es defending, 80-as fizikál, szerintem Bailey-t az be lehetne húzni. Nem is drága, 1300 zseton. Kőkemény 1000 zsetonért, tehát be is húztuk Bailey-t, szuper. A másik CB-nk pedig Gomez lesz, 2000 zsetonért sikerült behúzni. Szerintem nem olyan rossz. Tehát úgy mindenképpen erőlelépésnek számít. Tehát így már gyakorlatilag elől is, középen is, meg hátul is vannak biztosabb pontjaink, ami mindenképpen király. Nyomjunk le még egy meccset ma. Itt is van az ellenfelünk, jó. Oké, verhetőnek tűnik így a csapat alapján, de mint tudjuk, a legfontosabb az, hogy hogyan tud játszani a srác. Szóval bízunk benne, hogy nem a legjobban. Szép, oké, mehetünk. Come on, Oxlade, és hova, basszus Istenem, hogy ilyen labdákat adunk el, és ebből vannak a legnagyobb problémák, 1-0 oda, zsír, köszönöm. Oké, nincs mellettünk a szerencse, ezen a meccsen az tény. Hát sajnos ez így egy verés lesz. Ez mindenképpen verés lesz, én nem hiszem, hogy ebből fel tudunk állni, de én természetesen meg fogom próbálni. Csak az a probléma, hogy tényleg jobban játszik a srác. Jobb a srác, jó, ügyes. Esélyem nincsen. Nem, nagyon nem megy most srácok. Sajnálom. Az egész első fél időben nem volt kapura lövésünk, ez szerintem egyértelműen mutatja, hogy mennyire nem megy. Mindenképpen ezen valamit változtatnom kell ahhoz, hogy itt legyen esélyem ebben a játékban. Őszintén szóval nem tudom, hogy mit, talán csak többet kéne játszanom vele, bele kéne ülnöm pár órát. Na, volt egy kapura lövésünk. Igaz, hogy hatalmas gólhelyzet volt, de kaput se találtunk, de legalább volt. Hú, mekkora kapufa, Jézusom! Ez szép volt, és kapunk is érte egy gólt, ez végre valami focira emlékeztető dolog volt tőlem, becsület gólunk van. Meg hát kipasszolja nekünk a fiú. 4-2. Na itt van a mérkőzésnek a vége, hát őszintén szóval eléggé beleszaladtunk ebbe az akóba, sajnos
megérdemelten nyerte meg ezt a meccset az ellenfelünk, de ez mindenképpen arra ad okot, hogy kicsit azért nekifeküdjek ennek a játéknak, és kicsit többet gyakoroljak vele. Tehát így, hogy három meccset játszottunk már a Division Rivals-nek az osztályozó részében, ugye ez öt meccsből áll, és utána besorol egy osztályba. Van egy győzelmünk, egy döntetlenünk, meg egy vereségünk, szóval ez teljesen egy kiegyensúlyozott dolog egyelőre. Az utolsó kettő meccset mindenképp meg akarom nyerni, és ezt az 5000 zsetont mindenképpen el fogom használni arra, hogy megerősítsük a csapatunkat. Írjátok le hozzászólásból, hogy ti kit vásárolnátok meg hova, és ha tetszett az a videó, mindenképpen lájkoljátok, találkozunk legközelebb, és én Lucky voltam, sziasztok!